Szasztos kazak! Üdvözlök mindenkinek a Fallout New Vegasnál, folytassuk, és attól, hogy nem mesteképpen az Honest Hearts DLC-ben vagyunk, szóval... Szóval, ja, bővebben Honest Hearts. És ott van egy-kettő Big Horner, hogyha elkerüljük őket, akkor nem lesz semmi baj. És mivel ezek az emberek törődnek a Big Hornerek után... Give away all their money just to watch someone flip paper squares on a table. Pedig előfordul, ki a franc akar engem megölni. Hey, te meg ki vagy ott? Oly, maszim. Ez csak egy fiatal maszim. Mindjárt le fog robbanni a fejem. Oly, nem. Miért pont az emberre támadnám, mikor ott vannak azok a kiszolgáltatott kis állatkák? Jó, Guai Cave. Menjünk be és basszunk szét a medvék között, én azt mondom. Elő is kapom a medvevadász shotgunomat. Hol van az orosz fiú? Hogy hívják? Dinnerben. Itt jön az ebéd, faszopuk. És aztán tényleg felzabálnának, és tényleg jött az ebéd. Az lenne az igazán mókás. Ilyen foszforeszkeló dolgokat vettem az előbb a növények miatt. Azt hittem, hogy itt Night Stalkerek is lesznek, ott lett volna az igazán kínos. Mindegy, inkább csak nézzük át a barlangot. Öljük meg a tartalmát. Nincs ide bent semmi? Oda futok, ahova csak akarok? Egész komplex egy barlang ez egyébként eddig. Egy három kereszteződést láttam. Lehet, hogy nem is kellett volna ide bejönnem igazából. Mert van egy quest, ami ehhez kapcsolódik, szóval... Igazából most lehet, hogy előre dolgozok? Mindegy, csapjunk szét a macik között. Ó, basszanak, már most keresnek engem. Mi lehet a legrosszabb, ami történik? Felzobálnak a medvék, és akkor mi van? Előfordul mindenkivel legalább egyszer az életében. Túl kell esni ezen a ponton. Ott még vizenyő is van. Nem tetszik ez nekem. Egy koponyával, ami lebegett a levegőben. Rebreather. Hát akkor úszunk. Be ez ki is lógna a fejem, szóval igazából a Rebreathert felesleges volt felvenni. Na mindegy. Vissza is veszem inkább a napszemcsimet, ami ugyebár nagyon swag. Swag. Masses glasses. Kevesebb izommal. Hiszen ennek a nőstének annyira sok izma nincsen. Én már fogalmam sincs, hogy hol vagyunk. Itt egy kijárat. Innen érkeztem? Vagy ez csak egy desert? Ez csak ide van zárva csak. Vécén megy az utamban. A lokál térkép ilyenkor nagyon hasznos tud lenni. I hear some odd things about the civilized lands outside Zion. Is there really a giant thunder lizard people live inside? Bárcsak tudnám, hogy miért ez a lizard emberek, ebből gyík emberek. Kibaszott medvék. Vannak páran. Kis slug. Melyik a legerősebb? Összes ugyanilyen Yao Guai. Szóval mondjuk öljük meg azt, aki ott éppen le fogja tudni. Kettő. Három, olyan. Ez csak a fenekébe állt. Se baj. Jó sok feltöltényem van. Van itt valami loot is, vagy csak úgy... Jó, ide piszkítottak, ide hozták a kaja maradékokat. Ez gusztustalan. Mondom én, aki mellett tényleg itt van a kaja maradék szintén. Mit is mondhatnék, ha már nemrég táplálkoztam. Hát jól van, akkor úszunk vissza, azért jöttem ide, hogy megvegyek három medvét. Jó, mi? A barlangnak még van egy másik fele is, szóval... Azt még lecsekkoljuk. Belly flap! Kezdem hiszem, hogy a belly flap volt, de se baj. Elvégzi a dolgát. Néha felbukkanok egy kis levegőért. Remélhetőleg semmi csúnyaság nem fog az utunkba keveredni. Csak nem fog. Szerintem most már nincsen semmi se a barlangban, de azért még így tájékozódnék, ha menjünk erre. A barlangnak még valóban van erre kereszteződése. Lehet, hogy ennyi is volt az egész. Ja, itt van kettő csontváz. Erre semmi titkos átjáró nincs. Oké, akkor elbejártam az egészet.
ez a világ legjobb barlangja volt. Bárcsak átélhetném még egyszer. Na menjünk. Esik még az eső? Szép. Akkor csak a big cornerek, azoktól nem félünk. Nincs kéne félni. Az egy barátságos ember ott. Te mi vagy? Aha. Even if it can't see the stars? Bizonyan, baby. A földnek az elektromos... Milyen elektromos? A mágneses pólusai miatt. Tudja ám. Nem kell nekünk csillag ahhoz. Csillag csak a buziknak kell. Csak vicceltem, nincs az semmi baj, hogyha valaki meleg. És a csillagok is királyok. Na. Szedjük fel ezt a sok szart. Felvettem? Nem tudom. Itt egy zsák utca. Szerintem erre van egy lokáció, én ezt fel akarom fedezni. Bármi is az. Ó, jaj. Még több kibaszott Yao-Guei. Túlmentem a izén. Slagon. Én lényegem egy snippert változtatok a puskámból, ez azért jó. Ó, bassza meg. Halott. Ajaj. Maci, légy színe. Szegénykém. Gotcha. Robbant a feje, gotcha. Kit érdekelnek az itteni állatok? Gotcha, meghalt. Vagy ilyen temetkezési szarság. Hát, ha van itt valami értékes. Ásó még mindig nincs. Miért is ásnám fel az itteni benszülötteknek a sírját? Oké, úgy persze, hogy ez is csak egy érdekes terület. Akkor menjünk fel ahhoz a halász házhoz, vagy most hova akarunk mi menni? Ja, fishing lodge, nem tudom. Oh, hello, random idegen. Bármit is jön. Milyen ellenségek vannak erre? Gekkók. Nem szeretem a gekkókat. Na mindegy, gyere találták ki az én kis snipperemet. Halott. Az is. Az is. Jó lenne, hogyha tudnék töltényt szerezni Joshua-tól. Bizonyám. Aki a faluban volt egy. Szerintem az nem talált el semmit. Ez borzalmas ez a történt pazarlás. Plusz kondíció pazarlás. De van kettő vadászpuska, amivel meg tudom javítani ezt a kicsikét, szóval annyira nem félek. A baj csak igazából az, hogy nem tudok visszamenni mondjuk a Gunrunnershoz. Hogyha kifogynék töltényekben. Se baj. Valahogy túléljük. Erre még kazadorokra is emlékeztem, de lehet, hogy csak akkor fognak beszélni, mikor jövök ki. Ha egyáltalán fognak. Végezz velük! Öld meg mind! Ha verd szét a fejüket! Előveszem a katonámat, aztán is szétcsapok köztük. Hát sem! Meghaltok? Nem. Majd én levágom a fejét. Levágtam a lábát? Kijöjj! So spooky, pedig nagyon spooky. Caravan shotgun túl gyenge erre a környezetre. Itt kell lennie valahol. Meg tudom javítani a dining belt. Vagy dinner bell, vagy hogy hívják. Merre kell forgatnom? Erre? Mi kéne most eltörni? Túl kevés izén van. Walkie-talkie. A walkie-talkie kellettek nekünk? Yeah. Gun fishing. Oké. Okay. Itt még valami. Beakadtam.
Valamerre erre kell lenni, azt még nem lehet, hogy fel tudok törni valamit. De hát, ja, tényleg, hát gondolom a kulcs az ahhoz kell, amit én az előbb törtem fel. Muszáj lootolni ebben a játékban. Hol lehet a Snow Globe? Hogy jól tudom, akkor egy ilyen házikóban lesz, ha jól emlékszem. Lehet, hogy egy másik házikóban. Több házikó is van, lehet, hogy most megyünk is a következőhöz. Na, most hova megy az útunk? General Store, ott van a mézünk. Hogy is hívjákunk? Snow Globe-unk. Na, most a katona van nálam, nem van. Csak már felfüleztettem a melee skill-jémet 50 nem tudom helyre, hanem magasabbra. Használjuk is. Ójjaj, ezekkel viszont én inkább használnék valami rendes fegyvert. Szem mellé ment a lövésem. Na mi van, haver? Hand-to-hand combat? Nem, én szerintem nem. Hol van a rendes hunting shotgun? Ja tényleg nekem a dinnerbe kell. Na. Hadd vegyem el. Jó, szegény lány. 69 XP. Jaj. Át kéne azért kutatni. Szegény lány. Hányszor fogom ezt kimondani. Csomó felesleges dolog, nekem nem kell. Ott van nekem a katona, ami azt sem tudom, hogy mennyit sebez. 76 damage per second. 26 damage? Hát ez eléggé rossz. Valami rendes ütőfegyver kell nekünk, mondjuk egy Fire Axe, vagy Shishkebab. Na, annak mennyi a sebzése? 47? Ez mindjárt más. Shishkebab se rossz. Be kéne rakni egy ütőfegyvert mondjuk az egyes slotra, hogyha kell, akkor elő tudjam venni. Szóval, ja, egyes. Legyen mondjuk ez a Fire Axe. Van arra valami fejlesztésem? Nincs. Csak hogy elő is tudom venni. A rossz fiút. De most egyelőre csak menjünk ki ebbe a dinnerbellel. Túlkezően azért próbálok felfedezni minél több dolgot. Csak ez az átkozott eső demotivál engem. Egyáltalán nem frankom. Plusz ilyenkor még zene sincsen. Amint kimondtad elindult. Hé! Hey, a fast fagysz lejáték. Mindjárt jövök vissza. Haver, ha a következő Fallout nem lesz, hogyha valaha elkészül és nem lesz optimalizálva PC-re, mint a Fallout 3 meg a New Vegas, rendesen, akkor én esküszöm, hogy hülyet kapok a betegzától. Bár a Skyrim az viszonylag jól van, optimalizálva, szóval nem kell félni ilyenektől. Remélhetőleg. Azért nem tenném rá a kezemet. Ha minden igaz, akkor az Oblivion is jól van optimalizálva, nem? És a Fallout 3 és New Vegas mégiscsak ilyen ad. Nem tudom kilő mire, de... Én itt vagyok. És nem találtam senkit, ott vannak az ellenségek. Csak átadják ők meg, sem éri rájuk lőni. Viszont örülök, hogy végre kibújt a napocska. Ki a franc levedezik az automata pisztolyaival? Vagy ezek tényleg igazi gépfegyverek? Én már nem tudom, de a térképemben nem akarnak megjelenni. Pontosabban az iránytűben. Csak akkor itt lesznek a white legek, mert... izékre lőnök. Dead horse-okra. Úgyhogy jól láttam. De szétbasszák őket. Na, intézzetek el azt a kurvát. Good gélek is. Na, szép munka. Elintéztetek egy lányt. Egyedül. Molotov koktélok. Még soha nem használtam őket. Binding ritual. Heal. Baron. Ezeket a firebombokat. Kíváncsiak, hogy működnek. Most nem, csak nem is tartottam soha a kezemben. Szóval... Fire in the hole! Oké, ez elég gagyi. Ez nekem nem kell. Inkább menjünk.
Nekem nem kellene ilyen gagyi fegyverek.